Mira Zeno vagyok, a Fox Tossing című animációs film rendezője, és ez a diplomafilmem. 3 évig készítettem körülbelül, mert egyedül készítettem ezt a grafikai stílusából kifolyólag nehezen tudtam volna kiadni a jeleneteket animációs melóra, és akkor azért lett az, hogy bevállalom, hogy egyedül elkészítem a filmet. Kicsit kollásszerűen álltam neki a jeleneteknek, szóval először apró kis skicceim voltak, és külön-külön készítettem el a jeleneteket, amiket aztán később összefésültem. De rengeteget ki is vágtam, meg hozzáadtam, és akkor így adott ki nekem valami dramaturgiai ívet. Abszurd volt nekem ez az egész jelenség. A fox tossing, vagyis a rókadobálás jelensége, egy csomó ilyen hasonló jellegű, ilyen úgymond vérsport létezett akkoriban, és ez az eszelős kontraszt a állatok szenvedése, meg az arisztokratikus millió között, ez inspirált arra, hogy ezt megcsináljam. Szeretem nagyon az állatokat, de nem kimondottan egy állatvédős filmet szerettem volna ezzel csinálni, hanem valahogy ezt a hatalmi dinamikát bemutatni, hogy ez az alárendeltség fölé rendeltségi viszony, és az alullévőknek valahogy a tehetetlensége. Ezek az ilyen sötétebb témák, ezek mindig vonzottak. Edgar Allan Poe-val még korábban foglalkoztam, de hogy ez a fajta grafikai világ, ez így igazából a saját kis grafikáimnak, meg a korabeli ilyen metszeteknek a egyvelege valahol. De így ilyen kimondott referenciám az nem volt hozzá, kivéve a korabeli leírások, meg rajzok, festmények, amik erről a eseményről készültek. Animán még itt saját filmmel amúgy azt hiszem nem. De ez a kedvenc fesztiválom körülbelül mindig, szóval marhára örülök, hogy itt lehetek, és baromira erős a felhozatal, és mindig nagy öröm. Mindig eljövök minden évben, és mindig nagy öröm, hogyha itt vagyok, és most kifejezetten örülök, hogy így a saját filmmel is részt vehetek a kis versenyprogramban.